Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit ebben a legújabb videóban. Ez egy teljesen új játék, amivel még nem játszottam, viszont megkaptam hozzá a kulcsokat, már egy jó ideje, az igaz, de most jutottam odáig, hogy ki is próbáljam a játékot, mert megmondom az őszintét, hogy ki is ment a fejemből. Ez pedig nem más, mint a Klauzi, és iszonyat cukinak néz ki. Szóval vágjunk is bele. Úristen, de cuki az a cica, és pont itt vagyok rajta. Várjatok, hát akkor át kéne tennem magam a másik oldalra, nem? Nos, kiválasztom akkor a karakteremet. Itt meg lehet adni a hajat is. Ez nagyon aranyos. És itt pedig a hajszínt, ugye? Na nekem most ilyen színű a hajam. Tökéletes. De mondjuk lehet ilyet is. Nem baj, jó lesz ez a világos. Nagyjából hasonlít is. És akkor ez meg volt, most jön egy ilyen kiegészítő, hát azt szerintem nekem nem kell. A felső pedig, hát most narancsárga vagyok. Rózsaszín, kék. Ó, ez a bordó nagyon jól néz ki. És egy nadrág, lehet rövidet is, de lehet hosszút is. Hát legyen hosszú. Egyébként a kék is marha jól néz ki, a fehér is. Hát megmondom az őszintét, hogy nem tudom, és de cuki cica feje lehet állítani. Nem tudom, nekem ez a sötét is nagyon tetszik, meg ez a világos is. Legyen a sötét. Oké, ez megvolt, és akkor ez micsoda? Ja, ez ilyen szárnyaska, de hát az még egyelőre nem elérhető. Ez, ja, oké. És akkor a finish? Vagy, ja, nevet kell megadni. Legyen akkor Ajda. Kész. Tökéletes. Úristen, de cuki ez a cica, hát meghalok. Nagyon aranyos ez a játék eddig, bár... Most még csak képeket, meg kis rövidebb animációkat látok. Na ez vagyok én! Szemszínbe lehetett volna állítani, mert azt nem állítottam be. No mindegy, a cica felkelt engem, hogy menjek már végre. Oké. Okay. VASD-vel tudok mozogni, ez rendben van. És mivel tudom kipipálni, hogy ez oké. Okay. Ja, ide kell jönnöm. Jó, oké, okay. Oké, okay. Hello. R betűvel tudok ránagyítani dolgokra. Ja, aha, itt tudok tekerni a görgővel. Jó, és most hova kell mennem? Shiftet megnyomom, akkor az a következő. Á, itt különböző helyszínekre kell menni. Jászusom, ez mi volt? Közben itt a macskák szerintem ölik egymást. Á, ide kell kijönni. Azt mondja, hold Q-t to let your companion follow. Á, Q-t kell megnyomni, és akkor a cica követ. Ugye? Aha, szuper. De jó. Ahova megnyomom, oda követ. Szuper. Jó. Press Q to send your... Ha a Q-t megnyomom szimplán, tehát egyszer, nem lenyomva tartom, akkor oda fog menni a cica, mondjuk ide. Így. És hogyha hosszan lenyomva tartom, akkor... Akkor meg az előző. Na ez most mi? Nem jó? Na azért. Na, kinyílt a kapu, menjünk, majd bele fogok jönni. Shiftet megnyomva pedig gyorsan tudok haladni. Ennyi volt amúgy a tutorial. Arra még nem tudok menni. Viszont iszonyat cukin néz ki a táj, ezt meg kell, hogy mondjam. És itt van valami vizecske, amit E betűvel tudok felvenni. Oho, és ez valami hozzávaló lesz, tehát... Jaj, szia cica, bocsánat, de dolgom van. Szóval ezt a hozzávalót majd valamihez fel kell használni. Ezt pedig elvel tudom kinyitni, és azt mondja, egy itemet be tudok tenni. Click on any slot, ide, 2-3. Put, aha, az teljesen vissza, értem. Nagyszerű, akkor ez igazából egy ilyen sima láda meg chest. Itt tudok a tárgyakat törölni, itt pedig főzni tudok magamnak ételt. Rendben, menjünk tovább. Valami egyszerűvel kezdjük. Először is a receptre kell kattintani, és magokat kell készítenünk. Oké, okay, de hol a recept? Vagy ez hogy hol? Skip, ezt most skipelem. Aha. Viszont ezekhez kell hozzávaló. Akkor gondolom a fákon tudom majd ezeket a hozzávalókat összegyűjteni, illetve megtalálni, hát akkor induljunk el, jön a macskám, jön. Jaj, de cuki ez a cica! Megeszem, ó, ez micsoda? Megeszem. Ez valami kagyló. Valamilyen hozzávaló szintén. Ezeken a fákon viszont egyelőre én nem látok. Ó, de. No, szóval itt van egy ilyen
útmutató, iránymutató, hogy mi merre található, viszont ezeket az ikonokat én nem ismerem fel, na minden menjünk el balra. Itt pedig ilyen kis felhőcskék vannak, hello felhőcskék, hát ti? Na, itt van ez a fa, jót nyomok, olyan lassú vagyok, és egy peachberry, tehát egy ilyen barack valamit sikerült összegyűjtenem. Itt is van. Jaj, de jó. Na most én majd ezek után vissza is fogok menni, még ezt összegyűjtöm, és akkor visszabaktatok ide a híthoz. Jaj, mi van már? Néha beleakadok így a természetbe. És megpróbálok majd a receptet készíteni, méghozzá ez nem az volt. Itt voltam. De akkor ez micsoda? Ezeket meg se néztem. Na, akkor majd visszamegyek és megnézem. Na, azt mondja nekem, ez van. Jó, ezt kijelöltem így? Várjatok. Ja, ide kell berakni. 2, 3, 4. E. Wow! Aha, itt valami történik. És akkor most E. Itt mi lett? Valami nem okés, valami nem okés. Hogy kell innen kilépni? Hát beragadtam. Muszáj volt kilépnem, mert őszintén szóval nem tudom. Nem tudom, hogy hova kellett volna mennem, mert ott maradtam. Na hát megőrülök. Remélem, hogy most tényleg elmentette. Viszont én szerintem átrakom magam a másik oldalra. Jó. Na és tükröztem is magam. Lehet, hogy egy kicsit fura lesz, de a lényeg az, hogy ebben a jobb oldali sarokban nincsen semmi. Na, szuper! Most már végre el tudtam innen jönni. Hát akkor körülnézek, hogy milyen magokat tudok még összegyűjteni. Vagy hát nem magokat, hanem gyümölcsöket. Hello, felhő! Hát te? Oké. Nos, itt látok a fán még ilyen barack magot, szóval nem magot, bocsánat, barackot, ezeket összeszedem. Vagy hát nem tudom, mi ez a peach berry. A peach azt mondom, hogy barack a berry, meg valamilyen bogyós gyümölcs szokott lenni, szóval most egy kicsit össze vagyok kavarodva. Hoppá, itt még van egy. Jó. És összesen 8 darab mehet stackelve, ahogy látom. Itt van valami szélmalom, vagy nem tudom, hogy ez milyen ikon, de a lényeg az az, hogy ezen kívül, a gyümölcsön kívül majd még szeretnék összegyűjteni egy-két dolgot, és hát itt elég sok minden, menj már, van még erre, azt a mindenit, hát ez mi? E betű. Ide megy a fény, és akkor onnan tovább? Oké. Aha. Itt a fényt elküldöm oda. És ott mit csinálja a fény? Hol van a... Oké, megvan. Arra kell néznie. És innen elmegy ide. És az pedig oda. Hoppá! Akkor még egyszer. Ó, és itt van egy láda. Hello, láda! Hát ez meg micsoda? Ez vala... Jaj, eltűnt a láda. Na, még egyszer kezdjük akkor el. Itt jön a fény. Ide bemegy, aztán ide lejön, majd ide jön, innen pedig ide megy. Ez az utolsó, és akkor meg kell, hogy gyulladjon. Vagy hát nem gyulladjon, hanem be kell, hogy kapcsoljon a fény. Igen. Ez az. És itt mi történik? Ó, itt egy láda. És kaptam egy ajándékot, de nincsen helyem. Ej. Az a kérdés, hogy vajon ezek mire lesznek jók? Na, nézzük már ezeket meg, mert nem tudom, hogy ez micsoda. Angry, dirty, clean, és sated. Hello! Na, itt leírja, hogy mit is kell csinálni. Ez a play zone, a panel. Tehát itt látom azokat a felhőket, amikre gondoskodnom kell, real time. És a felhőknek... van állapota, tehát arról kell gondoskodnom, hogy egészségesek maradjanak. Különböző szintjék vannak a felhőknek, például az éjségben, illetve ugye a tisztaságban is. Minimum el kell érni egy szintet, hogy boldog legyen a felhő. Speciális állapot is lehet néhány felhőnek. Értem, és ennyi. Oké, és akkor ez most hogy kell? Na és ez a tábla mit jelent? Itt van Kumiko. Hey Aida, my name is Kumiko. Na, elfelejtett bemutatkozni. Nézzük akkor meg, hogy ez micsoda, mi hogyan működik. Na, hát ezt jól elolvasni, akkor én ezt szerintem elolvasom.
Oké, tehát itt ilyen küldetések, kihívások, missziók vannak. Oké, tehát itt van az első misszió, és kell 4 darab levél és 2 darab víz. Illetve 4 darab ilyen, ami nekem van, mi ez a peachberry. És a complete, de nincs complete. És akkor, tehát úgy kell ide jönnöm, hogy ez a táramban van ez a sok anyag? Ah, azt mondja, a mailboxban kell hagyni, tőlem jobbra. Oké, De ezt nem lehet elfelezni? 2, 3, 4. Na, 4-et ott hagytam neki. És cserébe valamit fog nekem küldeni. Na, hát akkor ezt ott hagytam. Szuper, és nézzük meg, hogy mit kaptam. Ohó, ezt a 2-t. Oké. Na, de ezeket nem tudom lerakni. Akkor majd később kiveszem. Azt mondja, hogy szuper munka. Na, hát valamit végre csináltam. Azt mondja, hogy nagyon éhesek ezek a kis felhőcskék. És zöldtát kellene csinálnom nekik. Ez a kedvencük. És ahhoz, hogy a zöldtát elkészítsem számukra, használnom kell a gépet, tehát ugye a cooking machine-t. Kösz. És ezeket fogom cserébe kapni. Oké, na most akkor az van, hogy én lepakolok ide, mert ezekre most nincs szükségem. Ó, ja, itt van, de. Ó, értem. Tehát amit kaptam a Kumiko Santól, a zöld tealevél, illetve víz. Értem, és akkor ha visszamegyek ide, és rákattintok erre, akkor itt alul kiírja, hogy mi kell. 4, ide meg 2, és elvileg már készül is a dolog. És most nyomjam végig az E-t, nem tudom, hogy kell lenyomni. Na minden, nyomom végig. Addig nyomom, amíg nyomom? Vagy mi? Nem tudom, hogy jól csinálom, ezt szerintem rosszul. Mikor kírja az E-t, akkor kell nyomni, nem? Aha, nem jó. Aha, értem. Tehát akkor kell megnyomni az E-t, mikor az a rózsaszín ott van, ugye? Aha, most. Nem, még mindig nem jó. De itt van. Sikerült. El se hiszem, most már rájöttem, hogy hogy kell. Na, király. És akkor ide kell visszajönni. És a zöld teát be kell ide tenni. Kész. És start. Complete. De zöld a... Aha, akkor lesz egy, hogy nem ide kell rakni, várjatok. Hanem ide a felhőhöz. Ó, hát persze. Nem ide kell rakni. Ó, E betűvel kellett odaadni a felhőnek. És most mi a helyzet? Complete. Aha, jól csináltam. Na. Oké, és ezeket megkaptam. Szuper! És az ajándékot hogy kell kinyitni? E-vel, ugye? Egy új bútort állokoltam. Méghozzá egy craftingot. Crafting asztalt, vagy crafting eszközt. Na és akkor most Mario van itt, ő egy új ember. Ő is kér valamit. Kumiko mesélt róla Mariónak, de jó. Nagyon-nagyon-nagyon nice voltam. Impresszív, köszönöm. És talán neki is tudok segíteni. Tehát a felhőjével játszott. Ó, mérges lett a felhő, mert nem engedte Mario, hogy egy kalapáccsal játszon, oké? Na és azt mondja, hogy valami kaját kell csinálni. Valamilyen food. De milyen food? Azt nem írja. Na mindegy, akkor nézzük meg, hogy... Ó, itt a kraftolóm, de menő. Hogy kell kraftolni? Ide? Meg mondjuk ide? Nem? Oké, tehát hogy... Aha. Nagyon érdekes. Tehát a cukornádat azt valamire tudom használni, de hogy mire, az marha jó kérdés. De hogy tudok barkácsolni? Tehát 2 sugárkényből, tehát cukornádból lesz 1 kocka. Akkor 1, meg még 1. Craft. Értem már. Oké. Köszönöm szépen. És akkor most tudok kaját csinálni. Ezt közben összeszedem, és akkor mehet.
ugye? Jaj, kettő gyümölcs kell, ezt nem hiszem el. Jó. Oké, meg lesz ez. Mert hogy itt közben... Jó, kettő. Jó, oké. És ebből mennyi kell? Ebből is kettő kell? De hát hogy lesz nekem cukornádom? Hello, felhőcske. Tudok vele beszélgetni? Jaj, de cuki, meg tudom ülelgetni. Nagyon jó, beletúrtam az agyába, biztos, ami biztos. Ja igen, itt van a ládám. Azt mondja, van egy ajándékom. Nyissuk ki. Opa, nem látok semmit. Na, ez mi? Egy jerseyt tudtam kinyitni, és ennek a felhőnek mi a baja? Jaj, nagyon cuki ez a játék, remélem, hogy nektek is nagyon tetszik. Szerintem ez lesz a cukornád, legalábbis ez biztos, hogy nád. És vele mi van? Alszik. Bejátszás? Bocsánat. Remélem, nem vagyok rossz olyan a kamerával. Jaj, de szép. Amúgy nekem tetszik ez a játék, csak egy kicsit ugye bele kell jönnöm nyilván, hogy mit és hogy kell játszani. Hoppá! Annyira jó ez a lebegő macs. Nagyon kis szuki neko. Aranyos. Jaj, hogy berreg ez a cickány. Ennyi volt? Hát ez aztán jó bejátszás volt, nem volt benne nagyon semmi extra. Na, New Diary Page, majd megnézem, de viszont ezeket biztos összetudom valahogy gyűjteni. Ez a vízcsepelvel. Ennyi? És nem tudom össze... Ó, ez az. Nincsen helyem. Ezt nem lehet valahogy kitörölni? Jó, akkor vissza kell mennem. Honnan jöttem? Na, vissza kell mennem, mert nem leszünk így jóba. Ajaj, jó irányba vagyok? Jó irányba vagyok. Na, itt is vagyok. E betűvel szépen összegyűjtök párat. Egy, két, hát négy. Jó, craft. És közben ezt le kell tennem. Ujj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 
Ebből csak 6 van. Na jó, akkor a vizet azt kidobom. Jó. Oké. Na, menj már! Ezt nem akarok, Kraft. Á, menj már! Na jó, itt lerakom a macskát, menjen oda, köszi. Mondom, menj ide. Ide, gyere. Menj már onnan, hát útba van. Jó, köszönöm. És most kraftolunk egy ilyet. Csak ezt így visszarakom. Jó, így jó. Így jó. Nem jó? Kettő-kettő, hát akkor mehet. Egy víz kell. De ez még lakatos, akkor nem tudok. Akkor sajnos egy ilyen peachberry skewert tudok csak készíteni. De ez sem megy, vagy mi? Ja, de ez négy. Ú, gyerekek! Hát nem vettem észre, hogy ahhoz még kell. Oké, na végre. Na most koncentráljunk ezerre. Jó. Még mindig nem jó? De. Király. Na és akkor most visszajövünk ide, és ide adunk neki elbetűvel kaját. És most jó kedve lett! Jaj, nem, rossz kedve lett, ugyanúgy rossz kedve van. Bizonyos étel. Na de honnan tudom, hogy mi a bizonyos étel? Akkor mindegyiket ki kell próbálni. Na itt van ez a másik. Ez az narancs, vagy micsoda. Plurancs. Akkor nem is narancs. Hogy tudom ezt leszedni? Nem áll. De egyébként, ha már itt vagyok ennél a szélmalomnál, meg kell nézni, hogy ez amúgy így micsoda. Hello? Ez mi? Itt ki tudok venni valamit, de most egyelőre nincs helyem. Ezt a kagylót viszont jó lenne valahogy megszerezni. Nem tudok visszamenni. Na végre. És ezt összegyűjtöm. Wow! Csak nem. Történik itt valami. Beindul a szélmalom? Aha, valamit elindítottam, ami nagyon jó szerintem. Jó lenne a lépcsőn felmenni, mert nem tudok visszamenni, szóval nem nagyon volt más lehetőségem, csak esélyem egy van.
ez. Beindult a malom. Jaj, de jó, cicának is tetszik. Te vagy. Hoppá. Ez az boldog cica lett, vagy nem tudom, mi történt. Eddig is boldog volt, mondjuk. Oké. Okay. Ó, köszönöm szépen. És ez mi? Hello. Ó. Két teljesítményt is elértem. Jó, hát rendben. Így tudok visszamenni? Vagy ez mi? Ó. Értem. Aha. Köszönöm szépen. Tehát nem tudtam volna visszamenni, csak úgy, hogy ezt felveszem, és ezért volt itt lehetőség arra, hogy kitöröljek egy tárgyat, ami nálam van. Szuper. Na, lássuk. Jókat hoztam el. Azt mondja, 7, és ebből 1, mert az E, és szurkoljatok, hogy ezt elfogadja a felhő. Jaj, nem jó. Ez rossz lett. Na, még egyszer. Jó. Oké. Szuper. Na, és akkor ezt fogadd el. Bizonyos kaja. Hát nagyon remélem, hogy ez az a bizonyos kaja. És nem ez az. Hát akkor mi kell neked? Nem hiszem el. Na jól van, srácok. Hát legközelebb folytatom. Amúgy itt is van egy ilyen vizes blokk. Jó, hogy elmentem a francokba. No, mindegy. Legközelebb folytatom. Remélem, hogy akkor már jobban fog menni. Illetve nektek is ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a játékot. Szerintem iszonyat aranyos. Hogyha tetszett a videó, akkor nagyon megköszönöm, hogyha nyomnátok rá egy kedvelést. Illetve, aki esetleg még nem mennek feliratkozva, de szeretne csatlakozni, akkor iratkozzatok fel bátran. És hát a következő részekben találkozunk. Legyetek jók. Sziasztok!